A mosolyszünet. Így van, és akkor gyertek ide hozzánk. Beszélgetünk itt a Tücsök klubbal, illetve a tücskökkel, és egy nagyon vidám kis társaság mindazok ellenére, hogy egy kicsit szomorkásabb dal volt, amit hallottunk. De itt vigyorogtak, nevetek, mint az igazi gyerkőcök. Hát ez így is van, rendjén. Ti vagytok szerintem a város, a megye legfiatalabb CD tulajdonosai. Milyen érzés volt először magatokat hallani, látni egy CD-lemezen? Hát furcsa. Furcsa? Furcsa. De jó volt. No, igen. Büszkék vettök rá? Igen. Igen. No, ez a lényeg. Mennyi munkátokba telt? Tehát mit kellett feláldozni azért, hogy ez a CD létrejöhessen? Miről kellett lemondani? Hát valamennyi hétvégénkről mindenképpen le kellett mondanunk. Délelőtt, délután, szombaton, valamikor vasárnap is. Hát rengeteg munkába terült, tehát megérte. Mi volt a legrosszabb? Mondjuk mikor volt az, amikor már azt mondtátok, hogy még mindig menni kell, még mindig csinálni kell? Tehát volt ilyen? Művészeknél van hol pont, amikor már kicsit nyűgös volt ilyen? Volt. Volt. Pár ilyen, amikor végül is már úgy volt, hogy kész az a szám, mert minden, és akkor egy hanggal följebb vették, és akkor megint le, és akkor azt megint fölvenni. Meg amikor valamikor elnevettük a végét. Olyan is volt, hogy azt hittük, hogy kész a szám, aztán visszahallgattuk, és a legvégén valaki belenevetett, és akkor az egészet elől. Tudtátok, hogy ki volt az? Hát, igen, igen. Mindannyian ott voltatok a feléneklésnél? Végig? Hát volt, amikor valaki betegség miatt, vagy egyéb okok miatt nem tudott ott lenni, szóval de hát nagy mindig részt ott azért mindenki ott volt. Stúdiós, hogy bírta? Hát meleg volt nagyon a stúdióban. Az biztos, sürdőruhában vettük fel nyáron. Igen, mondta Iván, hogy nyugodtan lehet menni, aztán ott nekivetkőztünk. Szaunáztunk. Ugye arról beszéltünk, hogy ez a lemez a gyerekek szemszögéből a felnőtteknek közvetít. Ti mennyire értetek egyet ezekkel a gondolatokkal? Tényleg ezek a problémák, ha vannak ilyenek még gyerekkorban, valósak? Szerintem vannak. És ezzel akkor ti ugye üzenni is tudtak. Akár a saját szüleiteknek, olyas, hogy olyan igen dolgok vannak. Sikerült? Tehát volt már olyan, hogy mondjuk volt egy barátotok, aki rossz kedvű volt, és akkor mondtátok neki, hogy hát hallgass meg ezt a dalt, vagy gondolkodj el ezen a szövegen? Kaptunk pár szereplés után olyan visszajelzéseket, hogy például ő most nagyon rossz kedvű volt, és meghallgatta a számokat, és akkor már kérdezték, hogy hát mikor lesz kazettánk vagy CD-nk, hogy ezt tudja továbbra is hallani. Hogy külön felnőtteknek szerepeltünk, és most is lesz ilyen, igen, ugye? Lesz. Február 17-én, 18 órakor a Babics Művelődési Házban. Lemezbemutató koncert lesz a Babics Művházban. Bizonyám. Milyen egyébként gyerekek előtt fellépni, illetve felnőttek előtt? Miben más? Tudtok különbséget tenni? Szerintem gyerekek előtt picit felszabadultabbak vagyunk talán. Igen? Hát, sokkal. Jobban izgultok? Hogyha a felnőttek elé kell kiállni? Hát, igen, mert mondjuk az a gyerekeknél úgy van, hogy ott ők be tudják élni magukat, és mondják, hogy tapsolnak, meg úgy volt már olyan, hogy följöttek a színpadra és táncoltak. A felnőtteknél hát kicsit azért visszafogottak. Ők nem jönnek fel a színpadra. Hát, de most sányosok nagyon nagy sikeretek énekből volt felnőtteknél is. Úgy bocsánat. Énekből hányosok vagytok? Igen. Ötös. Mindenki? Igen. De ezt már megelőlegezik nektek? Aki tücskös, az biztos, nem, hogy ötös? Nem. Ugyanúgy felelünk, sőt valamikor még dogzaz is írunk. És kell még ilyen do-re-mi-ke mixni? Hát igen. Mixni. Osztálytársak mit szólnak hozzá? Örülnek a sikereiteknek? Irigyek talán? Vagy hogy fogadják ezt ma? Az én osztálytársaim nagyon örültek neki, amikor megtudták, megkérdezték, hogy nem csinálunk elemezt, és akkor mondtam, hogy hát csinálunk, és hát a barátnőm végül is mondta, hogy ez nagyon tetszik neki. Azért egy dologért biztos nagyon irigyelnek titeket, ami tényleg itt látszott meg, már mondtam, és hogy ti nagyon vidámak vagytok így együtt. Ez egy baráti társaságnak mondható? Igen. Teljes mértékben az. És úgy tudom, hogy erre a baráti társaságra most vár valami jutalom is. Mindig bizony van valami jutalom. Most mi lesz, ezt elmondjátok?
Most Pécsre megyünk a színházba, és megnézzük a Jézus Krisztus szupersztárt. Rock-opera. Igen. Például a Twist Olivért láttuk az RKL színházban, szóval minden évben van. És azt mondjátok el még nekünk, hogy a főnök rendes? Igen. Rendes? Néha mondjuk kell a szigor. Néha. De hát nincs szükség nálatok nagyon erre, nem? Hát, azért.